Népek zenéje Trióest címmel tartotta záró koncertjét a tavasszal útjára indult Várt Művészeti Fesztivál. A Túrivár rendezvénytermében Kovács Péter hegedű művész és Kárász András Péter gordonka művész mellett Dani Imre zongora művész lépett a közönség elé. A Várt Művészeti Fesztivál idén tavasszal indult útjára. A négy zenei eseményt felsorakoztató programsorozatot a Mendelssohn Kamarazenekarból is ismert Kárász András Péter álmodta meg azzal a céllal, hogy szülővárosában így népszerűsítse a komoly zenét. A művészeti fesztivál záró koncertjére igazi kuriózumokkal készültek a művészek a közönség számára. Műsorukban hallható volt Joseph Haydn, G-dur 39-es számú zongora triója, melynek záró tételét magyar rondónak is szokták nevezni, rendkívül virtuóz technikai elemei és verbunkos hangvétele miatt. Az osztrák géniusz műve után Arnaud Babadjanian örmény zeneszerző 1952-ben komponált egyik legjelentősebb szerzeménye következett, az elégikus hangvételű Fis-moll trió, amely megeleveníti az örmények minden örömét és bánatát. Befejezésül Frank Martin Svájcban született komponista, ritkán hallható Trió ír népi dallamokra című műve csendült fel, amelyben eredeti ír népdalokat felhasználva kalauzolta el a hallgatóságot a zeneszerző egy rendkívül egyedi hangzású, különleges hangulatú zenei világba. Az eseményen Kovács Péter hegedűművész és Kárász András Péter gordonka művész mellett közreműködött Dani Imre zongora művész. A zeneművek mellett ismét terítékre kerültek a régió legjobb borai is.